De amikor csajtelekünk, istenekre vasárnap 190-nél számolgozni ahhoz, hogy ideérjek, és még el is késtem, egy elnézésüket kérem, akkor lehet, hogy a Fiat 500-as ehhez kevés. És ez a pápának is kevés lenne. Mert ha Rómától Budapesti autóval jött volna, akkor valószínűleg nem ez kellett volna. De nem ezt akartam ebből kihozni, hanem az, hogy van még ennél szenzációs akarócs. Mert az szép, hogy Ferenc pápa egy fiás 500-asban elfogja. De az még szép, hogy a világ mindenség ura és alkotója az Isten. Egy szemmel szinte láthatatlan darab ostyába elfér. Ez azért egy bizony. Nagyszerű, nem? Hogy az Isten elfér egy darab kenyérbe. Ez azt jelenti, hogy a hatalmas Isten úgy tud működni, hogy láthatatlan. Úgy hat, hogy én azt a szememmel nem látom, nem veszem észre. És ez az emberi életnek a nagyszerűsége is, amikor úgy tudok valamit tenni, hogy nem én vagyok a lényeg. Hogy én háttérbe tudok vonulni, láthatatlanná tudok válni, de mégis, amit teszek, az hat. Annak nagy jelentősége van. Háttérbe vonulni, láthatatlanná válni azért, hogy ne én legyek a fontos, hanem az, amit teszek, az, amit cselekszek. Ma, amikor olyan sok minden megváltoz körül bennünket, amikor arra törekszünk, hogy megmutassuk azt, hogy kik is vagyunk mi valójában. Azaz, mi tudtalan az egónkat neveljük. Hogy én tettem, én hoztam létre, én miattam van ez én esetem. Akkor most az első állításkor nagyon szép arra gondolni, hogy az Isten úgy tud hatni a mi világunkban és a mi életünkben, hogy láthatatlan. Hogy nem önmagát reklámozza. Hogy nem a Facebookon posztolgat a nagy dolgokat, hanem tud háttérbe vonulni, tud láthatatlanná válni, kicsivé lenni, ahol azért, hogy gazdagítsa a világot, és gazdagítsa az embernek az életét.
lehetőségei az Isten kezében elegendőek ahhoz, hogy valami olyat legyen, amely nyomot hagy másoknak az életében. Éppen ezért azt kívánom a most első állapozásra készülőknek, hogy ennek a darabosítának az elejében úgy éljék az életüket, hogy ne lábnyomot, hanem szívnyomot hagyjanak azoknak az életében, akikkel találkoznak, és akik között élnek. Szüleitek, nagyszüleitek, barátaitok, osztálytársaitok, a közösség életében. Hagyjatok nyomot, szíveteknek a nyomát, szereteteteknek a nyomát. És lehet, hogy ez a nyom nem nagy. Vannak kislábú emberek, és vannak nagyvábú emberek, vannak kis szájú és nagy szájú emberek,
Hi.